Kanyomhatjuk. Let's go. Nem, tedd halottat játszik meg, folyik az orra. Jaj, szegény. Úgy, de utálom az ilyet. Túl sűrűn játszik be ilyeneket. Mehetünk tovább? Fordulok a többiek felé. Ránéztél a weaponjaimre, Heki? Ja, várjál, nem értem el. Sorry. Jó, hogy nek tűnik ez a barlang egyébként. Hú, ez a tema meg melegnek. Hogy itt lenne Tok'dor, akkor bedobáltuk volna a gombákhoz a holttestét, hát a izé felfogja az összes mérget. Beszlípeli a mérget. Magába szívja, egyé válik vele. Ilyenkor hiányzik. A toxik, tudod. Toxik. Szó toxik. Nem tudom, Monk az meg tud futni a falon, vagy van valami ilyesmi? A Monk. Javítottam Laci, de most már jó elméletileg. Mi nem volt jön? A plusz sebzésnél kihajtod az egy D8-at. Csak D8-ot beírva, nem számol olyankor. Ja. Yeah. Igen, Laci, most jöttünk rá, hogy a Class Feature-et egy elfelejtettük. Igen. Nem szükséges. Nem, csak egyébként, hogyha sebzett ellenfélre lövök rá, az plusz még extra D8 sebzés. Igazából D&D-z, hogyha nem az utolsó session-on jössz rá a karaktered képességeire. Ugye? Hát, na, ez van. Így is megdöglött a kurva sárkány, nem? Igen is. Azt én basztam el. Rájadok. Hát, mi voltunk túlságosan offenzívek a sárkánnyal szembe. Nem kellett volna bántanunk. Nem tettek róla. Hát, nem vettek fel, nem. Oké, akkor szerintem megyek előre. Mert Oberon meg van sérülve egyébként? Meg egy kicsit. Én is egy kicsit, de... PHP-n van konkrétan. Akkor lehet, hogy olyan, akkor megyek én előre, és szépen lassan lépkedek. Szóval játékmester, hogyha... Több HP-n van, mint fél. Hogyha ne lépkedjek. Igyekszem jól hátul maradni. Itt erre fel ez egy járat, hogy elmegy arról valami? Arra nincs semmi a zsák utca. Aha. Hogy baloldati zsák utcán törmelék van. Ah, itt három út is van. És ez egy ajtó, ugye? Az egy ajtó ott, igen. Szeretnék ide lépni az ajtóhoz, hogyha a többiek nem cselekednek előttem. Én csak kifeszíteném az éjjemet, és beállnék. És egy perception dobhatok arra, hogy hallgatózok egyet? Dobja. 11. Ropogó recsegő hangot hallasz bentről. Mutattam a kezemmel, hogy itt vannak. Ja. Álljatok be valami harci pozícióba. Előrébb megyek egy kicsivel. Egy átlépést megteszek. Ilyen Windows hátteresen? Bevinom, hogy oldalról rúgni az ajtót esetleg. Ne légy be, csak rúgd be! A kilincset meg se próbálom. Na, mi lesztek? Mi lesz? Be bírom rúgni egy oldalról az ajtót? Be tudod, mert nyitva van. Tehát, ja? Mert is nyitva van az ajtó. Én rúgni szeretném. Rúgjad. Belerúgok egyet az ajtóba. Nagyon oldalt állok, és nem fog látni semmit, ugye? Ti láttok valakit?
Én látok két élőholdat, elnézésre. Ezt akartam neked, Hector az üzemszerű, ugye én látom a tokenjeit. Igen. Akkor oké. Igen, mert egyébként, ahogy benézel az ajtón, ilyen köpricseket lát a falak mellett, egy rozsdás ilyen színtárolódény van középen, amiben kis tűzég, ami bevilágítja a termet, és még mindig ilyen régi, van egy pár hulla a földön, régi páncéldalapokban, és három görnyet, szürke figura Google fölöttük, és épp a maradványok az rákcsálják. Roll initiative? Még nem vettek észre titeket így kintről. Surprise attack! Ja, ezek messze vannak, ups. Igen, ahogy de én... Elindulsz be a szobába, hogy fölnézem felétek. Sorry Roland, I made a mistake. Sharpshooterrel én meglőném a közelebb lévőt. És mind a három elindul felétek, én dobjátok initiatívot. Mind a három? Én kettőt látok! Három van. Raksz be turn order. Már meg is van. Várjál, az mostani dobások? Mostani dobások. Ha? Igen. Na, nagyon gyorsak, nagyon gyorsak. Figyeztük. Aztán még kicsit közelebb állnak az ajtóhoz. Azért még Roland dobjak egy sharpshooter, mert azt megengedem. Egyébként is te kezded a harcot. Ó, ezt gondolom nem talált. Belelősz abba a hullába, mint a földön épp árágnak. Csodálatos. Azért van nem bónuszod. Ja. Lett volna rá. És azt hagyjám, hogyha te megütöd, akkor utána azon lesz bónusz. Ja, mert sérült ellenfelek ellen van bónuszod, vagy? Mhm. Uh-huh. Ez a sharpshooter, ez mínusz 5-öt kapok a találatra. Aha, szágom. Viszont ha így is eltalálom, akkor plusz 10 damage-et kapok rá. Csak minden sérült ellenfélre csinálom meg, úgy önmagában, hogyha sérült ellenfélre lövök, akkor egy plusz D8-as sebzést még hozzáadhatok. András, Tália az elf vagy fél elf? Fél elf. Fél. Az egyik ilyen élőlény odafut hozzá, és megpróbál megkarmolni, de nem találom. Fuck. Egy perc. Jól mondjuk minden körül. Azért kérdezem, mert hogyha netán eltalál, és elf vagy élőhold vagyok, akkor nem kell dobni. Aha. Hát sajnos csak fél elf. De rasszisták. Egy nagyon fiatal félelf. Kérdésem van, elférek az ajtóba táljától. Felezett sebesség. Berontok, és a közelebb állót a fejszével megpróbálom lesújtani. Hajrá. Ó, oh, yeah. Talál végig hasítod. Fekete vér folyik ki belőle. Ó. Akkor... Nem. Ennyi. Ennyi, köszönöm. Tália. Picit egyenlőrébb lépek, és a talonnal szúrok a bal oldalira. Talál. És még él. Akkor rá is ütök egyet. Vagy! Á, rájöttek ugyanerre egyet. Kivégzett gyakorlatilag. Szeretném leütni a fejét. Amit karddal vagy ököllel? Ököllel van. Végigvágod és csak... Igazából fejbe üt és kiesik. Ó. Oh.
És nagyobb lelkesedéssel! Eddig mindig jobban felvidított, hogyha leszettünk egy fejet valakiről. Igen. Ölgyek a szörnyeimet, mit akartok? A gyermekeid. Meg creature. Következőt megrohanja, megrohamozza a Oberont és karom. Megpróbálja megkarbolni, de nem tudja átütni a páncélodat. Ha! Paulus nem lát már csak a jobb oldalit. Talál és sikerül megpörkölni elég rendesen. Ja. Megkerült Áriát, ez a ghoul is, és szintén próbál kapni Oberont. De nagyon nem talál. És akkor most pajzs van nálad, igaz? Pajzs? 26 szét van. Mhm. Oké. Jól lent, eljössz. A táli alatt álló, az... Ha jól tudom, nincs még megsebezve. De, megvan. Faust meg... Az meg van sebezve. Akkor... Sharpshooter... Feet... Minden anyám kinyát beletolva... Sebzett sharp... Pazd meg! Pedig amúgy ez egy ágyukba jó lett volna. Aha, biztos. Na, én basztam el a izét. A beállítást, nem te. Egy plusz kettő... Várjál, hogy van? Nem. 1D6, 1D8-ból dobta 6-ot, plusz 5 a dexből, plusz 10 a sharpshooter, és 5 a bónuszból. Akkor most jó? Nem? De. Ránézek esetleg. Plusz dex. Sharpshooter az plusz 10 fixen, és akkor 1D8-et kapsz a class feature-be. Igen, és az még 5. Ah, hát jönnek tűnik. A fülem előtt. Szépen sebeztem volna, hogyha eltalálom, de nem. Neki lököd a falnak szembe. Ja. Borontál egymastán jöttök mind a ketten. A törlöm balra nem. De, a törlöm balra állót még elérem. De mind a kettőt? Mind a kettőt, akkor a törlöm balra állót... A baloldali a sérthetlen, a jobb oldali az már meg van sérülve. A törlöm balra állót. Megpróbálom megütni. Találsz, de elég felszínesebbre tudsz rajta ejteni. Rothadót etem. A találat maga szép volt, de felszínesesebb. Monkok gyönyörű. Bal oldalira szeretnék szúrni. Jönnek a natural vanok. Utána pedig szeretném... Most dobáljátok el őket, ne a dungeon végén. Igen, igen. Én is ezt miért csinálom. És szeretném utána megütni. Melyiket? A bal oldalit. Karddal elméleted elég rendesen a távolságot, de az ökletben még biztos vagy, hogy jól tudod használni. Egy jó rúgásra nem gondolkodtál még? Mert egy jobban működik. Megragadja a kezedet a ghoul, és megpróbál megharapni, de hát... Szinte letörnek a fogai a páncélodon. Szinte. Szinte. Kettő dobtam.
Szívemben húsegytüzek gyúrnak a Klózván. Páncél fölötti ezetrömömtől. Őt az ajtóban állul a rád Faust, úgyhogy jó Firebolt az ajtóba. Az ajtóban megpróbál téged megharapni, Tália. Tönkre ment a Roll 20, kérem szépen. Dobd ki ezek a kockákat. Hát az meg. Beszarok. Hát itt teljesz. Jó. Újra megpróbálom. Harmadik lőszer. Hazd meg! Epic. Ez mi? Már ezt lementem azért így. Ezt a legutolsó négy támadást. Árnyékharc. Gyakorlatilag mindenki, csak senki nem talál senki. De tényleg. Na, Oberon, mutasd meg, hogy kell ezt csinálni. Gyere, nincsen ebben. Az előzőleg támadott. Élő holtra. Lesújtok. Valahol a Dali? Most igazán, igazán nagy húzással. Várja, miért verszettél előtt? Ó, nem azzal akartam. Azért, mert rosszat nyomtam, elnézést. A lényegen nem változtat. Egy jó ütéssel lecsapad a fejét. Nagyon jó. Szerintem a kocka energia átment hozzád. Aha, most nem tudom. Az iniciatívom is meglepően magas, szerintem az eddigi 10 iniciatívot, ha összeadom, körülbelül ugyanennyi jön ki. Csak mennyi, te készültél már. Te készültél már. Igen, én ezt be is jelentettem még a játék előtt. Tudja, hogy ha polgármester akar lenni, akkor muszáj teljesíteni. Igen. Igen. A politikai ambíciók felkeltették a... Tárját, ajassz. 12, 9 sebzésért. 9, még él, de eltaláltad. Jó, akkor szeretnék Oberonnak a pajzsán felugrani és úgy rúgni egyet rá. Mert nem Oberonra, hanem a zombira. Igen, ezt azért fontos tisztázni. Belerugok Oberonba. Nem. Oberon pajzsán így menőn felugrok és egy ilyen körbeporgörugás. Oké, okay, mondjuk arra gondolom, hogy térden nyakon taposod és meghal, de részemről az is teljesen ott helyen. Szeretném kifejezni, hogy a kampány során már nagyon megtanultunk együtt harcolni, ilyen Avengers level, nyörgi harc. Egy gyors sohintás, elég mély sebet állítasz a gúlnak a testén, majd a következő pillanatban már Oberon pajzsáról rugaszkodsz el, és egy pörgőrugással eltöröd a nyakát a gúlnak. Jó van, Chuck Norris. Szuper hero landing. Szuper hero landing, és a ghoul elcsúszik az ágyig. De holtan. Úgy érzem, hogy a... Nem tudom, hogy a fekete pók vajon valahogy megkerült ezeket, vagy ő irányíthatja őket. Fordulok a többiek felé. Igazából bármi is lehet. Úgyhogy megint itt van az a nekromanta idióta, vagy ő a fekete pók. Fú, akkor biztos szájba verem. Minimum. Vágom a pofáján. Akkor szabad a terepbe mehetünk mi is, mint itt távharcosok. Gyertek csak, úgy láttam, hogy minden rendben. Minden esetben, mondjuk nem számít sokat. Hogy ez egy ilyen kis hosszúkász szoba. Kinek a szolgálj? Én megállnék a kis... tűzrakás mellett is belenéznék, hogy van-e benne valami. A loot. Ebben nincs. Szeretném átnézni ezt a holttestet óvatosan. Nagyon szétmarcangolt, összenyomogott, összerágott holttest, de semmi nincs rajta. Semmi releváns. Nem ismerjük fel. Nem friss egyáltalán, ugye? Valamennyire hasonlít Tok'Dorra, de pontosan nem törpe és máshogy néz ki. Ja. Nice. Egy pillanatra megrémlök, hogy Tok'Dor holteste itt van. Aztán, hogy a kutya megette, de... is lehetett, de egy biztos, hogy már alszik. De régebbi holtest, ugye? Igen, ez elég régi holtest. Hát ez szobából megnézegetném az ágyakat, hogyha van rá lehetőség, és nem hallok mozgás sehol.
Igazából azok ilyen kőpricsek, csak ja. A térképig átrajzoltam, akkor ágynak rajzolta. Aha. Akkor semmi, semmi olyasmi, ami se a zombiknál. Nem zombik. Most egy gúloknál. Jó. Szoba másik oldalán, itt van még egy másik ajtó. Aha. Ebben a sorokban nincs semmi. Hát vele szembe. Véletlenül látom, hogy a holttest a nyomok vezetnek a felé, az ajtó felé. Van egy pár lábnyom, de ennyi. Azt nem tudom mondani, mikor jön. Dobj egy survival checket. Azok lábnyom. Iszlám, visszatért. Ott nem, ott van egy holttest. Ott van egy holttest. Nekem legalább plusz 3. Van ott holttest egyáltalán? Ez itt az igazi kérdés. Én is tat egyet, de magakkal legalább az 4. Azokban jelzem, hogy valószínűleg ez arra a folysorozat, amit kívülről láttuk a bejáratot, de... De Faustnak jelzem, hogy helyezkedjen elő is taktikailag. Majd pedig kinyitom az ajtót. És majd kiraktam a falba. Én megjelzem a falat. És félrelépek, hogy könnyebb legyen kihúznod a falat. Nem tudom, hogy egy... Nem kell, mert egy másik izény van. A másik layer. Ujjjjjjj, itt az elválik a... És akkor haladunk előre, és akkor szerintem menjünk lefele. Bár én a kapitányra nézek, hogy én merre szeretne, csak szerintem akkor szisztematikusan menjünk végig. Azt javaslom. Terem, ez egy hatalmas terem, vagy ez egy ilyen viszonylag szűk terem? Ezek ilyen folyosók. Magassága olyan 6 láb magasak ezek a folyosók itt. Néhány járat be van omolva részlegesen. Semmi extra nem veszik észre itt. Csak tényleg nem túl magas folyosó. Igen, bányajáratok. Tália, átnézzük alaposan ezeket a járatokat? Hát, nem akar gyorsan átmetnénk, hát ha találunk valamit, ami hasznos lehet. Annyira nem hinném, hogy hú, de sietnünk kell. Azt úgyis halljuk, hogyha megpróbálnak kisunyogni mögöttünk a pók. És akkor itt lépkedek, hát ha valahol látok valamit, nézegetem a falat. Csak itt batyog, de annyira nem lassan. A folyosokat úgy vésték ide a bányászok, mikor derítették fel a barlangnak a... Simulyan bányászjáratok. Létszeit, lehetőségeit. Szólok a többieknek... Valami közben van omolva? Az ott, ez? Igen. Uh-huh. Milyen az ilyen beomlás? Jelzem a többieknek, hogy itt lefelé menet, itt egy nagyobb részhez lehet jutni majd. Lehet, hogy érdemes lenne erre kezdeni. Látom Táliát, elindult abba az irányba. Követem. Szép óvatosan. Tam, 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 tam. Próbálok halkan követni, amennyire telik tőlem. Ez egyébként Tália, ha elnézel lefelé, vagy délre, ez a másik bekötő út a bejárattól, itt felismered. Oké, és benézek ide. Ezek két beomlott járat, ugye? Lépkedek, szóval nyugodtan, hogyha lassítsak le, vagy esetleg valamit látok a falun, vagy a bármi, ami... Beomlott járat, visszaérünk ide. Ott én még nem néztem be. De benéz, ja, de ott, ott is egy járat. Melyik úton menjünk fel? Ja, ott menjünk, vagyunk egyetlen? Lábnyomokat. Esetleg látunk-e, vagy nyomokat arra, hogy valamelyiket is gyakrabban használják? Nem kifejezetten furcsa, hogy alig használtak tűnik ezek a állatok, hogy mostanában alig használtak. Itt van egy lépcső fel a falá. Wow. Na, merre tovább? Jó, itt is egy beomlott járat. Szerintem a lépcsőt hagyjuk utoljára. Szerintem az lesz majd a... Jó. Az, a, ahol majd a fekete pókot találjuk lesz. Nézegessük meg a placot. Bárki vizet láttünk, de szemem. Dobjatok egy perception checket.
Percepcionáljuk a mindent is. Hát igen, én lógok ki a sorból. Tündeszövet mit lesz? Tárján egy kis Oberonnak feltűnik, hogy Faust nagyon lemaradt. Ó, jaj! Valami sikítozás, vagy valamit hallunk? Én ebből a pillanatban egy hátra kapom az arcomat, és elkezdek rohanni. Faustot ott hátra hagytuk. Sikítás nem hallatok, viszont amit tárja lát, hogy egy ilyen baromi, egy ilyen zselékupac beborítja. Ó, baszki! Ajaj. Faust, ne! Oltasson! Ez egyetlen varázs, aztán nem is tudom, hogy tudjuk. Ez egy ilyen pók, kokokoszta zselé, vagy ilyen inkább ilyen giggeres zselé. Illa, csak lassú a gépem, valamilyen. De nem tudom, hogy kinek kiszabadítani, lehet, hogy nem a legbölcsebb hozzáérni. Esélyes. Egy láncsával megpróbál megérinteni a zselét, nyilván nem azzal felével, ahol a veszélyesebbik része van neki. Megszúrja egy kicsit? Nem, épp az, hogy a nem veszélyesebbik részével, a nyelével megpróbál megpiszkálni a zselét, ami beborítja Faustot, hogy ragad-e, vagy így korrozív-e esetleg. Faust halmaz állapotot látott. Nem marad, viszont Faust nagyon kapálózik alatta. Kap levegőt? Úgy néz ki, mint aki fuldoklik. Igen. Uff, akkor én azonnal drontok. Hát, megpróbálom megkirántani. A kezeimmel. Oda sietünk, hogyha ilyen lelkesen fuldoklik. Kibírom rántani a kezeimmel. Egyedi próbálod meg, vagy Oberon is segít? Segítek én is, persze, hát próbálok kirántani. Róla majd egybeegyezik a fekete pókkal. Úgyis már nagyon sokat, nagyon messzire el tudja találni nagyon sok damage-el. Strength check? Oberonnak leesett cukra. Athletics nem... Megtámadni meg tudom nagyon messziről, hogy nagyon sokszor, de nem fogom eltalálni. Athletics-et próbálhatok inkább? Azt is. Megtámaszkodik, hogy kirántam. Egy jól sikerült rántása, mert sikerült kirántani a... tárjának Faustot ebből a zseléből. Hogy lecsapódik a földre, azonnal elkezd mozogni és ismét támadásba rendelni. Dobjatok initiatívat. Hogy így hátra esünk és a karjaimből ellen Faustot, azt mondom, hogy nem úszod meg ilyen könnyen. És segítened kell a fekete pókára. Faust csak annyi dör meg az orrat, ez a rohadék majdnem megölt. Látom, Oberon visszatértél a standardhez. Elfogyott az irány csak. Elkiabáltuk. Oberonnak leesett a cukra. Addig nem halsz meg, ameddig mi is itt vagyunk. Faustnak nulla? Csak szedd gyorsabban a lábaidat. Tír, még ő is 17-re ment. Jó, tárját. Mennyire bölcs dolog ebbe belerúgni vajon? Talon? Plusz egyes, az már varázs, hogy ver. Ja. Kivágod a pengéddel, sikerül kettészelni, és két külön darabban mozog tovább. You are welcome. Hát nem tudom, hogy most megrúgni mennyire bölcs dolog. Megpróbáljam szerintetek? Hát... Oberon, mi volt a tapasztalatod, hogy megkorodált, vagy így megégett a fa nyelét? Vagy a... Javelinnek a nyelét? Puha volt. Nem tűnt savasnak. Aha. Belerúgok egyet. Most lefekszünk pihenni. Belerúgok egyet. Majd valaki kiszed. Első érzésre úgy tűnik, hogy valamennyit sérült egy
így locsan egyet oldalra ki ilyen slime belőle. Aha. Akkor jó. Egyelőre felfüggesztem ezt a sharpshooter témát. Csináld! Csináld a sharpshootert! A sharpshooterrel? minek minősül, ő már sebzett? Szerintem sebzett. Egyik igen, a másik nem. A jobb úgy kérdezem akkor, hogy dobhatom-e rá a plusz izét? Dobhatod rá. Akkor sebzett sharp. Lehetett volna több is, de... Úristen, csak... Legalább azt meg eltaláltam. Csak 22 damage. Nem működnek a kockáim. Nekem a maximum... 31 a maximum, amit ezzel dobhatok? Nekem a maximum, csak 9. Ha sikerül eltalálni, de egy Luffy szétpukkan a... Ez a zselégolyón, és így szétfék a padlón. Nice. Most már mindig ilyen ágyugolyó lövedéket képzelek el, amikor olyan használja az ilyet. Nekem a maximum, csak ütése 9. Ami az alaptámadásom igazából. Karta kicsit. Jó, de... Te... Ilyen különböző keypontok felhasználásával többet is üthetsz. Én csak egyszer lőhetek. De te meg 600 lábról. Igen. Tűnő átbírod lőni az egész barlangot, ha nem lennének falak. Jó, de arra már disadvantage-en van. False meg van. Összeszedni magát az előző kör után. Annyit úgy csak csinálni, hogy arrébb megy. Nincs, mert sharpshooter vagy. Pillanatok úgy, hogy a false meg. Tényleg. Ha összeszedni magát, mert eléggé fájt neki az előző kör. Pontosítok. Még egy picit mégis sávas, elnéztem a damage-et. Picit sáv damage-et okoz. Nekem? Faustot próbál megtámadni, neki csapódik a pajzsának, de... Nem tud áthatolni a védelmén. Pseudopod. Mi az Isten? Hát... Ide lépek. És... Ebbe az irányba... Burning Hands. Érül megöptem a dobást. Jó, Tália. Oké, egy kicsit közelebb lépek, és akkor szokásos kombó. Nem, és nem fájt neki az, hogy megégettem. Kicsit, de azon kívül semmi olyan extra, amire azt mondanád, hogy nagyon látványos. Nem. Ahogy a talonnal megvágott, ismét kettővé válik. Ne vágjak többet belőle, ugye? Hagyjam abba ezt. Örökké! Végtelen a hadsereg. De mit csinálsz? De mindenki vágott, az kisebb, nem? Kisebbek, de mindegyik saját maga cselekszik. Aha, de kisebbek az akkor jó végül is. A talont azt tedd vissza a hüvelybe, please! Ha Ronald azt mondja, hogy tegyek valamit a hüvelybe, akkor én beleteszem. Vagy édesse nem vicc van. The true. Hát én szerintem így átjönnék ide. És a Faust előtt itt meglőném. A sebzett, nem sebzett, mi van azzal? Az alsó? Vagy az a Faust előtti? A Faust előtti a sértetlen. Kicsit a sértetlen. Az alsó? Az sérült, az kapott, miután szétváltak. Jó, akkor az alsót lőném. Mint egy Luffy kipukkam. Szanyaz nincs. Holy moly. 28 nincs. Kis istereg.
Ez jól esik ilyen sokat sebezni. Ez jól esik a lelkemnek. Ah, és erre még rá tudnék dobni egy Hunter's Mark. De ez csak flexelésre. Miért megölted a sárkány, nem vagy ugyanaz. Igen, így... És elnyílt a szem, és így... Kill. Na majd Faust. A karakter alapját érteni. Nem tudom, valamiért nagyon zabálja a Discord a gépemet. Amúgy disadvantage-et támad, Faust. Találjál. Kapitán. Nézzük. Á, de tízzel eltalálj. Tíz... Eltalálj, nagy részét ennek a trutymónak sikerül eléget. Ez egy két fullos damage Fausttal. Itt mindenki kicsit kezd a végjátékra. Kézbe egy pofon, viszont nem találjál. Oberon? Létek, és megpróbálom széttaposni. Dobj ezt rendcseket. Megégeti a talparat. De nem sikerül eltaposni. Nagyon-nagyon-nagyon alá sikerült tárja. Kicsit én is idejök, hogy jól körbeálljuk. Kicsit... És akkor megtaposni, vagy fogj fölrúgni? Eszembe jutnak a régi szép idők, amikor majd rúgdostunk fogukat. Segbe akarod rúgni? Here we go again, a jól ismert taktika. És akkor megrúgdosom kétszer. Jó, egyébként akkor karcsapásra már sikerül ketté vágni, és... Nem tud tovább oszkodni. Most nem is kardozom. Nincs minden elég. Ja, két ütés, tök mindegy. Karcsa számítana. Megpafod a cserékockát, egy kis zserékupacot. Szétkened a padlón. Szép adag csicska pofanti. Azaz, cicar. Nyújtok egy zsebkendőt Faustnak. Törögeti a fejérővel. Köszönöm szépen. Kicsit szedj gyorsabban a kis lábaidat. Vagy szólj nyugodtan, hogyha lemaradtál. Nem akarunk elveszíteni. Annyit elbasztam viszont, hogy az elején túl kicsi volt a szörny, mert 4 kockát kell volna foglalnia. Ja. Viszont Faust előveszi pozit és megissza, mert majdnem megdöglött. Áó. Igazából lehet, hogy majdnem hamarosan pihentnénk is egy rövidet. Mielőtt még megissza, mondom neki. Így HP-t töltöd fel konkrétan. Megiszem. Jó. Holy shit! Az igen. De plusz 2. 4 HP-t. Holy shit. Ja, úgy... Azért 4-et. 2 plusz 2. Ja. Ez a lehető legkisebb mennyiség, amit tud egy poti tölteni. Igen, igen, ez... Szép, szép. Ez healingben a kritikára fél. Ez nem jó, hogy nem akad meg a torkán. Két igen. Hogy úgy egy az egyben üveggel együtt így. Ilyen szilák sebzés, még 3 sebzés. A HP potit meg kell lenni? Hú, ez a videó, te. El kell rágni az üveget. Akkor nem volt sem. És nem mehetünk tovább. Kedves társaim. Félszem, mert Fauston tartom. Jön-e? Te tartod a félszemedet rajta, aki nem is lát a sötétben. Látom. Innen még egy picit látom. Elrakom Faustot, nem most a követiteket. Ja. Kicsit közelebb tartom magamhoz. Aha, itt van egy víz. A víz közelében látunk valami mozgást. Egyébként elég csendesnek, nyugodtnak tűnő, így ilyen medenceszerűség ez. A víz sötét, keveset fed fel abból, amit rejt. A partján ilyen furcsa, ilyen fehér, ilyen kagylóhéj réteg fedi.
És ilyen. Iszonytatóan büdös halszag van. Szerintem most hogy legyünk óvatosak itt. Nem annyira szimpatikusak az ilyen barlangban elhelyezkedő véletlenszerű tavak. És elkezdek itt lépkedni óvatosan előre. Faust, ne sétálj bele! Egy pillanatra letérleg ugolok. És van nálam egy darab hús esetleg még az ételemből? Hát igazából résen van nálad. Aha. Akkor az egy darab húsomat szeretném belelugatni a vízbe. Ez elég bizarrú hangzik, hogy egy darab húsomat. Igen, de nem érzékelsz mozgástatóban. Aha. De és a hús sem lesz lemarva teljesen? Nem, vizes. Kiüzöd és vizes. Azt már nem enném meg. Vizes és büdös. Lehet, hogy belelépek a vízbe. Jó. Dália, mit csinál? Te kis bolondos lány. Felhajtom a vádlimon a nadrágomat, a cipőmet kint hagyom, lehet, hogy nem vágok szét a lábamat. És picit besétálok. Lassan. Készen arra, hogy kibírjak sprintelni. Hideg. Ahogy így haladsz befele a tóba, egyébként megakad a lábad valamibe. Lenézek. Nem látsz bele. Sőt, egy láncsát veszek inkább elő. Sőt, megakad a lábad, és érzed, hogy van egy hirtelen le ilyen, ilyen mérdés a tóban. Aha. Ez a Balaton északi part. Igen, Balaton északi partja. Miért? Belepisilek a vízbe. Nem lett tőle. Egy mély, és mennyire nagyon mély, tehát nem is érzem az alját. Így ahogy megpróbált kitapintani, nem. Most már így nagyjából bent egy derékig ér a víz, de így is érzed az alját annál gödörnél. Egy mély edésnél. Lebukok. Elég sötét a víz, és nagyon keveset látsz, és viszont látod a víz alatt, hogy süllyed be a meder. Követed a süllyedést? Valamelyest követem. Nyilván, hogyha érzem, hogy nem lesz elég levegőm visszaérni, akkor, akkor nem. De addig itt megyek, ameddig bírok. Nem nagy, inkább ez egy ilyen egy mély gödör. Aha. Le tudsz menni az aljára. 10 láb mélyen van. Aha. Tehát nem sokat kell menned. Egy tapogatsz a földön, egy csontvázat tapintasz ki. Dobjuk. Perception checket a kedvéért. Perception dobjak? Nem, investigation, hogy végig próbál tapogatni. Nem vagyok túl jó. Sokat nem látsz a víz alatt. 8. Van egy dark vision, nem tudom az itt mennyire. Dobj egy dexterity is. Save vagy sima dexterity? Sima dexterity. Érzed, hogy van valami a csontvázna, egy ilyen rúdszerű valami, nem tudod ki szabadítani a kezéből, mielőtt vissza kell menni a levegőhöz. Megpróbálom még egyszer. Feljövök egy nagy levegővétel, és mondom, hogy mindjárt jövök, valamit találtam, nem? Jó, dobj egy részt. 19? Jó, ahogy így próbált ki ügyeskedni a csontváz kezéből ezt a rudat, a csontváz készve egyébként leérkezett be, és így már hozzáférsz a tárgyhoz, és ki tudsz úszni a víz felszínére a csontváz készfejével kezedben. Kérlek a partra. Ilyen, ahogy kilépek ilyen sellősen, megizélem a hajamat. Mint egy kutya inkább. Valószínűleg, mint egy kutya inkább. Szerzetesek közt nevelkedtem. És mit találtam? Két gyűrű a csontváz kezén. Ilyen nagyon fényes fémből. Nagy értékűnek tűnik.
és egy pálca van a kezében. Ez ilyen varázslatos pálca? Faust tanított hozzátenni, hogy érez belőle a mágikus energiát. Ezt lehet, hogy... Nem, de nem bot, hanem egy tényleg egy kis pálca, egy wand. Azt mondom, hogy... Kipróbálhatod, hogy mire jó. Azért nem biztos, hogy egy tó alján lévő embernél lévő tárgyukban annyira bízok, így rögtön nézek Faustra. A gyűrű az nem értődik mágikusnak, ugye? Az nem, a pálca viszont érdekes lehet. A pálcát adnom Faustnak. Az egyik gyűrűt pedig adnom Rolandnek. Én meg csak annyit kérdeznék igazából, hogy fázol-e, akkor át tudom nyújtani a köpenyemet. Nem, köszönöm. Mert értelemszerűen nyilván van rajtam egy köpeny. A következő harc az úgyis majd kicsit felmelegít a mozgás. Csak legyen ez nálad, hát a szerencsét hoz. Lesz egy nálam is. Rendben. És elátkoztam mind a kettőnket. Helyen mentél a tóban. Azt látod, hogy itt fönt, így a víz folyik kifelé egy kicsit. Ja, ott folyt ki a víz. Pedig ezt még direkt néztem is egyébként. Van egy olyan tippet, hogy ott be lehet menni valahova. Ezt elmondom a többieknek. Fedezünk még fel egy kis részeket. Felírom, hogy Rolandnál BFF gyűrű. Közelebb mész, hogy beláss, akkor a víz felszín fölött egy ilyen két láb magas egy ilyen járat van a kőbevésre. Ezt elmondom a kapitányunknak. Fedezzük fel először a járatokat, vagy nézzük meg. Megkérdezem Áriától a legfontosabb kérdést. Normális vagy? Mire gondolsz pontosan? És belenézek a szemébe, és megkérdezem, normális vagy? Egy barlang közepén, egy jéghideg pocsolyába belemész, a semmi közepén, úgy, hogy kicsit tudunk onnan húzni, és ha nem hozta volna vissza egy pár ékszert, még azt mondanám, hogy ez egy teljesen értelmetlen hülyeség volt. De viszont így szereztünk egy közös barátsággyűrűt Rolandnál, és egy pálcát, ami lehet, hogy hasznos, majd Faust megvizsgálja. Működött a terv. Látom, de meg is hallhattál volna. Nem vannak meg olyan könnyű. És ő vesztenő. Meg sok dolgom van a világban. Így Oberonnak rengeteg érzelmát fut az arcán, de ezek közül egyik sem az öröm. Tudom úgy is, hogyha bármi baj lett volna, akkor megmentetek. Az biztos. Így nem félek. Került. Megkérdezem Tárjától, vagy megkérdezem tőle Tárja, milyen mély a víz? Itt igazából csak derékig érő, ott volt egy mélyedés, ami egy kicsit mélyebben volt. Ott a víz. És beljebb egyébként még mélyebb, de az arra már nem mentetek be. De tudunk úszni. Itt bent például a mélyebb. De lehet, ez elég agresszív hangzik, de lehet, hogy nem úsznék be. Sikeres volt. Ként itt a fal mellett végig tudnátok gázolni. De egyébként ahonnan én rálátok, szerintem ott egy járat is nyílik arra, amerre van az a... Az, ott mondtam, ott van egy járat. Igen, van egy járat, azt mondom is. Két láb magas. Alatta nem tudja megmondani, milyen mély, mert nem nézhetek meg, de itt távolról ki két láb magasnak tűnt a járat. Megnézzük azt a járatot először. Hát, ha egy valami specifikus rejtekhely. Én arra gondoltam, hogy szárazföldön is el lehet szerintem ugyanabba a terembe jutni. Igen, de lehet, hogy ez a járat titkosabb, és nagyon meglepetést okozhatnánk. Lehet, hogy nem is oda vezet, hanem valami titkos rejtekhely. Hogy nagyon egy kérdésem. A víz és a járat között, tehát ott levegő van? Tehát ott nem víz takarja teljesen, hanem ott levegő van. A vízfelszín fölött van egy két láb magas rész, ahol levegő van a járatban. Az, hogy a víz alatt milyen mély járat, azt nem tudjátok megmondani távolról. Tehát lehet, hogy az egy elég ágas járat, de ezt így kívülről nem látszik. Átveszem az irányítást kiváló Hollom, Mr. Hollow úr felett, és megpróbálok ott átrepülni a leírt járatba. Sikerül-e? Dobj egy Dexterityt vele. Azt mondja.
Ez egy csibe! Mit kell ennek ügyesnek lennie? Elég, hogy pici! Átférd! Át akar repülni? Ez egy dexterity sem emelt, amit dobtál. Melyik dexterity el? Az összes. Nekem egyiket sem mutatja. Nektek mutatja? Pont egyiket sem mutatja nekem, és az is kattintottam már a strength-re is. Mennyi bónusza van? Nullás. Akkor csak simán itt a D20-as dobjál, az kész. Itt oltad a kockával. Na. Minden gond nélkül át tud repülni. Nem tudom, mennyit látsz vele végül. És Varjú szemeim mit látnak? A Varjú szemeid valamiért nem látnak, azt... Az... Ó, bazd meg, nem látnak a sötétben? Mert nem látnak a sötétben, tényleg bazd meg. Akkor viszont... Várjál, Ravennek nincsen Dark Visionje. Vagy Dark Visionje, nézzük rá. Macskának sincs. Az úgy pazar. Mi? Nincs a macskának se. Holy shit, mi ez a játék, te? Babagos. Te a macska sem éjjellátó, hanem a fényt keményesével lát jól. Figyelj már, dob még egy dexterityt meg a disadvantage-ből, mert konkrétan a korom sötétségbe repülni át egy varjúval. Neki fog repülni a falnak. Varnyú úr, vigyázz! Megpróbál átrepülni a járaton, viszont... Csobb. Bejáratot megtalálja, viszont többször is neki csapódik a falnak, ahogy átmegy. Nem jó. Dexterity az, az izé, 14 plusz 2. Akkor 10 és 16. Akkor is. Egy sötét folyosón akarsz végigmenni vele. Átér, de... Feleslegesen már nem látom. Így se lát semmit. Egy kis... fényt, fény szűrődik be, ahogy követi ezt a, hát már patakot. Mindjárt mondom, mit lát, azon kívül, amit láttok. Míg ezt a műveletet így megcsinálja, én addig így egy Arcana check-et dobhatok a gyűrűre? Dobjál. Egy elf. Mágia vele van. Ilyenkor elméletek, amit te látod, csak te látod, igaz, Sanyi? Igen. Igen. Nagyszerű. Akarod részletezni nekik, vagy mondjam én? Elmondhatom nekik. Bejebb tudok repülni? Persze, de viheted bejebb egyébként, ha gondolod. Mhm. Csak adok hozzá egy kis leírást. 18-an megárkanáztam ezt a gyűrűt. Semmiféle mágikus energia nem jön ki belőle. Jó, akkor felhúznám. Jó, szép, nagyon szép. Ahogy beljebb repülök, látom ezeket, és látom azt ott fent. Így van. Jó, és akkor nem tudom, nem tűnik nekik föl, hogy van bent egy madár. Dobj ezt, ezt csak ez. Megpróbálsz úgy repülni a madárra, hogy ne tűnjön föl. A madaramnak a steltje az úgy jön ki, hogy... Dex, meg D20 szerintem, hanem nincsen hozzá neki külön bónusza. Nincs. Nem várjál, csak... Nincs. Mondtam, hogy D20-at meg plusz 2-t hozzájuk. Ó, mint egy lopakodó. Megnézem, hogy észrevesznek-e. Igen, mindegyik, ahogy berepülöm a hollód, mindegyik, aki a teremben van, felkapja a fejét rá. Oh. Jó, akkor Holló úr most igen-igen csak igyekszik kijáratot találni.
Ha tovább, tehát ahogy repülsz vele, követve a patakot, látod, hogy van ott egy folyosó, viszont fény nem nagyon van. Nyugatra van egy folyosó, ahonnan szűrődik be fény, a mögüle. Vagy el tudsz menni keletre, ahol sötétség van. Helyleire szempontjából, hogy mondjuk, hogyha visszajött a holló mondjuk, akkor elmondom az egészet, ezt csak te látod. Jó, hát akkor itt a fény irányába megpróbálok vele eszméletlen tempóba elrepülni. Van elég magas a barlang? Hogy olyan magasságban repüljek, hogy ne tudjanak kézzel megfogni? Annyira nem magas. Ha elrepülsz mellette, akkor mindenképpen megüt. Ó. Ez nem jó. Holló úr halálát nem bírná el Uberon, ne kockáztassunk. Hát akkor délre se látok fényt, hogy merre tudnék megmenekülni. Délre nem, délre is látsz egy csatornád, ott is sötétség van keleten. Közben ez fölmászik ide egy kötélem. Ó. És ez is. Hát jó. Akkor Holló úr fogja magát. És megpróbálja kikerülni őt, és megpróbál elrepülni mellette. Jó. Akkor egy atakot nyomorására. Ó, szegényem. Ahogy a holód elpróbálsz elröpülni mellette, gyakorlatilag a levegő lekapva a földhöz vágja. És így puh! És így por, szét, holló szétfosztik, mert ugye csak energiából áll. Meg varázsokból. Hát ilyenkor visszamegy a material plane-re. Nem, de úgy veszük, hogy egyébként végiglátod, tehát Oberon tudja, mi történt. Ez most se személyes. Hát... Így is, hogy is megöltük volna, de így legalább van indíték. Most már mondhatjuk, nem mi ütöttünk először. Ja, mi történt, Oberon? Látom, hogy visszatér a szemem. Ahogy visszatérek, akkor elmondom a többieknek, hogy láttam három darab... Bugbeart. Ahogy átrepült ezen a lyukon, vagy résen a falban, ez gyakorlatilag egy patak, ami kifolyik így a barlangból, annyit tudod felmérni. És egy olyan terembe vezet, amit középen egy szakadék tör ketté. Valamit csináltak a bugbeerek, azt nem tudom megállapítani mit, de csináltak a bugbeerek. És egy Oberon számára ismerős alak is található, egy drónnak tűnik. Oberon számára ismerős? Igen, mivel már úgy ismerős, hogy ilyen nem találkozott, ja, egy drónhoz. Ja, azt hiszem, hogy valaki, aki... Azt hiszem, hogy egy nekromonta, esetleg csak drónként, hogy valami... Mágia. Gálki így a nyugati falból, ahonnan jött, és kötelek lódnak, a szakadékban valamit kerestek ott lent. Szóval a fekete pók egy dró. De ezt már... Ezt, DM mondom, ezt már szerintem majd négy session ott az tudjátok. Ja. Azt tudjuk. Hát ez... Ebben újdonság nincs. Ja, nem tudtam, hogy ezt már ennyire megerősítettük. Itt csak arról van szó, hogy most már a belét a száján fogom kihúzni. Így Oberonnak ez látszik a tekintetéből, mert gyakorlatilag a kis kedvencemet földhöz vágta. Akkor meg közel van meg valószínűleg. Azt javaslom, hogy pillanatban így elgondolkozok. Hogyha bugbeerek vannak vele, ezek erős lények. Tapasztalataim alapján. Lehet, hogy ez a legjobb taktika, hogyha megpróbálnánk, úgyhogy én megpróbálom magamra vonni őket, kikerülni az ütéseiket. Bár Oberon, te is jól bírod, de... Megsérültem. Tehát, nem kéne... Az a baj, most se tudják, hogy itt vagyunk valószínűleg. Eszünket veszte berontani. Láttam több kiállatot is. Úgyhogy láttam több bejáratot, meg több kiállatot is, mert ugye látta Holló úr, hogy egy helyen ki tudott volna repülni, meg láttam egy déli, meg egy nyugati bejáratot. Akkor intézzük el ezt most egyszer s mindenkorra, és így felfelé nézzek a... erre.
Én egy pici türelemre inteném a többieket, és dobnék egy stealth check-et, és benéznék azon a sarkon, hogy látok-e valamit. Dobhatom? Az két bugbert látsz. Dobhatsz egyébként. Oh. Én az egyik hit dice-omat elhasználnám. A short lesz kell. Ha nem vettek minket észre, akkor egy picit megállunk, szusszanunk. Second Wind-et elhasználtad egyébként. Csak egyébként mondom, hogy... Mikor használtad a Second Wind-et? Hát azt tudja használni ilyenkor, más hit dice-t nem tudom. Nem menjünk be ide short rest-elni, esetleg hát egy békés helyre jutunk. Kérdezem a többiektől. Észrevettek? Úgy érzed, hogy nem. Ja. Szépen óvatosan visszajönnék, de folyamatosan figyelnék, hogy nekiálltak-e engem követni. Szóval bemenjünk ide és lepihenjünk esetleg röviden még a nagy csata előtt. Megpróbálhatjuk. Akkor ide lépkedek, megvárom, addig a többiek elhelyezkednek, ahogy szeretnének. És benyitok. Az ajtó túl, de egyébként morgásokat hallasz. Meg hal, ennek meg üvöltözéseket. Hát ennyit a short restra. Benyit? Okay. Benyitok. Tisztítsuk meg. Aztán jó lesz az majd. Azt a kur! Úgy, nekem csak az egyik ajtó nyílt ki. Nem tudom, hogy ez. Ott van, rövid ajtó van fent. Ja, csak az egy ajtó van. Aha! Ahogy benéztük az ajtót, 5 darab bugbear vesztek észre, hogy ilyen tűzet állnak körbe. Meglepődnek? Surprise round? Kinézik az ajtót, hogy halt az meg kicsoda. A végzetetek. Még nem támadtak, csak elfordultak felétek. Ja? Yeah. Na most kéne őket megtéveszteni valamivel. Hogy hívták a Bugbear vezette izét a Craig Mowcastle-jeket, nem? Annyit kérdezik, 6-ig vagytok? Játékmester, ki a Craig Mowcastle-t Bugbear vezette, ugye? Bugbear volt és egy doppelganger ott. Annyit tudsz, hogy Grolnak hívták, ő volt a szürke hátú Bugbear. Mi vagyunk az új vezetőtök. És így Oberonra mutatok. Ő az a személy, aki végzett az előző vezéretekkel, Groggal, Craig Mowcastle urával. Most mondta, neki szolgáltok. Ki? Hm? Az meg ki? Nem vettél be. Az egyik, az egyik Bugbear, de mi végeztünk egyébként a barlangban lévőkkel is, aki szintén egy, nem tudom, hogy hívták. Játékosként a karakterem remélhetőleg tudja. Aki csonttrónt akart emelni vele. Ki? Clark. Ja, és Clarkgal is mi végeztünk. Vagy hát az úriember. Minket illat a jogos. Jussunk, hogy... A fánkedvény, Dovi légy szíves egy percőcsek. Én? Igen. Ja. Meg persuasionoltam őket. Elmondom nekik, hogy én vagyok a vezérük. Engem illet a vezérség azáltal, hogy legyőztem az előző vezérüket. Innentől az én szavamra fognak hallgatni. És akinek nem tetszik, azt szét fogjuk tépni. És megesszük. És itt van velem egy, és mutatok hátra, itt van velem egy nagy erejű szolgám, egy varázsló. Mindannyi ótokat el fog változtatni, és apró pici férgek lesztek, akiket a cipőm talpával fogok ízé porrá zúzni, és rámutatok Faustra, aki remélem, hogy érzékeli a tekintetemből, ahol magyaráztam, hogy most kéne valami kis látványos varázstrükköt bemutatnia. Gyerünk, egy virágcsökret. Betotyog.
De ne tutyogjon! Intelligencia checket nekik, hogy értik-e egyáltalán, amit mondani akart, hogy nem nagyon. Ne tutyogjon, veszélyesen meneteljen be. Nem is, mi is legyen az. A Dancing Light spell-t fogja őket megígézni, és azt táncoltatják maguk körül, ők körülöttük. Megpróbál legyűgözni őket. Szeretnék segíteni neki, hogy advantage-et kapjon, hogyha performance check-et csinál egyébként. Elkezdek imádkozni, ahogy látom, hogy elkezd varázsolni. Ó, kérem a tűzhozó erejétől, ments meg minket! Te is a varázslónak! Kérem a tűzhozótól, ments meg minket, uram! Ki le vannak nyűgözve attól, hogy milyen csodás dolgokat tud művelni ez a törp, de egyelőre ennyi. Ez inkább nem performance lett volna? Ja, performance, tényleg, performance. Bocs. Kapod advent is, mert segítünk neki. Tudtok a fény körül, vagy? Hát, ja, meg úgy rettegve nézünk rá, meg az Oberon is elég meggyőzően mondta. Most sikerül az előadás. Uff. Az igen. Plusz 5-ös. Azt a kutya fejt. Ezzel mondtam, reménykedtem, hogy legalább az magas. Az igen. Három nagyon lenyűgözötten nézi. De a hátsó kettő nem győzte meg annyira. Jó, amelyikőtök szeretne meghalni és nem hajlandó megalázkodni, az most jöjjön. Intézzük el gyorsan, nem érünk rá egész nap. Aki pedig szeretne... Tália felé intek. Aki pedig... Ki lesz a tábornokom? Ki lesz az első? A bugbearek között. Ki akar lenni az első? És megkérdezem tőlük. Hát... Rájuk nézek. Megkérdezem, hogy ki közületek, aki most főzi a főnök. Én kilépek mérges arccal. Azt hittem, én vagyok a tábornokod, és én fogom megkapni Kregmó kastélyt. Míg a feltesztények kérdés, hogy ki a főnök köztük, összefordulnak, és elkezdem vitatkozni, mert nem tudják. Fight! Köztük fight! Főnök. Fight! Megállítom őket. Megállítom őket ebbe a veszekedésbe. Így hirtelen nagy hangon felszólok, hogy akkor döntsétek el erőpróbán. Dobja intimidate-et. Ez... Azt mondja... Oh no! Oh, baszki! Olyan közel voltunk hozzá a bugbear sereginkhoz. Igen, lettek a szép dobások. Erőpróbán. Egy ilyen kis mit ugrász, akár erőpróbát verünk? Én most az ima 1.70. Összefordulnak és így elkezdek dünnyögni majd goblinul. Egyébként sem tudunk goblinulni. Vagyok olyan gyors, hogy odalépjek és a hátulról az egyiket, amekkora erővel csak bírom a Great Axe-el tarkon vágjam. Szeretném én is azt, amelyik megszólalt, amelyik visszaszólt. Az a bal szélső. Aha. Akkor mind a ketten dobjatok attackot és initiatívot is. Aha. Akkor rögtön odalépünk és szeretném még egy meglepetés erejével átszúrni, de nem a harcot kezdeményezni annyira, hanem inkább meggyőzni őket, hogy mi mennyire kemény. Át akar szúrni valakit karddal, az mióta nem harc kezdeményezés. Hát de inkább megfélemlítsük, hogy aki ellenszegül, azt levágjuk. Mindeketten oda rohantok, viszont akkora rendületet vesztek így a momentum veszek a rohanás közben, hogy mellé üttök mindeketten. Ajaj, ez cringe. Az ütésnek a lendületéből még egyszer lesújtok. Action Surge. Nem így akartam nyomni. Shit. És újra megpróbálok ütni. Ó, oh, yeah. Én megtámogathatom ezt a ütést egy lövéssel? Te már nem.
Én már nem. Visszafordulatban meg tudod sebezni ezt a bugbert. Elég mély sebezni egyrészt rajta, és dobjátok initiatívot. Szóval most már egyik se hallgat ránk annyira, ugye? Valószínűleg nem. Jelentetek az egész csapatnak, és kettőször rávágtatok az egyikre, és még végig meg is sebeztétek, így nem. Na jó, de azért volt az 20-valahányos performance is. Meg egy 18-as perception. Azt munkásnak tartották. Jó, ez nem pont az a hatás szerintem, amit ki akartunk itt váltani, de... Alapvetően, ha a megfélemlítés sikerült volna, akkor az már semmi körülött volna. Vagy pedig, hogyha Venom Fanggal és 5 darab Bugbear seregünkkel érkeztünk volna. Nekem 20 a dexterity-m. Csak látom, hogy az egyikkel fej-fej mellett vagyunk. Nekem az a 18, mert ugye én pajzs nélkül vagyok, mert a Great Axe-et vettem elő. Én kezdek? Ilyenkor, hogyha nem ugyanazon a initiatívon mozognak, nem a módosítójuk? Akinek... Dexterity határozza meg, ezért kezdődő. Azért mondtam, hogy neki magasabb a dexterity, mint nekem. Nem, te kezd, ezt mondtam kétszer. Ja, nem hallottuk. Vagy ti hallottál? Jó, de a Bugbear van előrébb. Tök mindegy, most azért nem tudom beállítani neki. De bírod amúgy húzni. Akkor így, tessék. Amúgy nem. Oberon, mennyi dexed van? Ezt most muszáj. Muszáj megalázni itt mindenki előtt. 9. Akkor... Akkor maradottól vagy. Ott van, ó, várjátok, kimaradt a legnagyobb főnök. Faust. Nagy husszal. Ott van. Mi mást is dobhatott volna? Mit tolt a srác? Egyébként erre a sorrendre visszatérve egy klasszikust idézek. Tök mindegy, mi van odaírva. A Vandot az odaadtad Faustnak? Aha. Igen. Csak egyeztük egymásról lenne. Oké. Okay. Elkezd bohózkodni a Vanda, és ahogy lóbálja, 3 darab energialövedéket lő ki a megsebzett bugbearbe. A 15 sebzés. Élholtra lövi konkrétan a bugbeart. 3 nagy ugat egyve a mellkasán. Ugye a mágikus energiát szakad a bugbeare. Tárja, te jössz. Oké. Lehet, hogy én akkor megpróbálnám megvágni azt, aki nagyon sérült. 17-14. Végigvágod a mellkasát, egy mély sebet ejtve, és vért köbbe esik össze. Tessék az erő próbáltak, aztán pedig elköltök egy key pointet, hogy patient, defense és dodge action. És akkor disadvantage, igaz? Aha. Meglódítja a buzogányát, el tudod hárítani az ütést. Már most félek, hogy senkit nem fogok eltalálni. Oberon, te jössz? Álló Bugbeart, Great Axe-szel megpróbálom keresztül vágni. Sikerül sebzésbe vinni egy elég felszínes sérülést. Nem baj. A fejszéren vér van. Így van, ezt akartam mondani. Roland, te jössz, te kit látsz onnan? Akit meg...
Mind a négyet látom. Amelyiket most megtámadta Oberon arra. Sharpshooter nélkül egy sebzett ellenfeleset. Te mondom? 14. Sokú helyen sikerül eltámad, így átlöv a tüdejét. Nice. Hörög, vért köp. De még tartja magát. Az nem annyira jó, de majd elmúlik. Mondja, hogy... Ez átosor ide. Egy. Megpróbálj meg egy táliát. Kevés sikerrel. Kettő pedig Oberon próbál bezúzni. Ajjaj. Várjál? Nevetek egy disadvantage-et, de akkor egyik se talált. Jó. Akkor nem kell shield? Te kell, mert a 20 akkor is találtad. Jó. Yeah. A 14-ben. Akkor shield. Ugye a két bugbear meg lódítja a fegyverét, és el akarnak találni, szinte hátra rök a momentum, amit a fegyverük átad neked, mikor levédel az energia pajzsa. Van olyan érzésed, hogy nem sok mentett meg a csúfos vereségtől, haláltól. Adjatom magatoknak egy D4-et. Plesz. Egy varázsigét is megáld mindenkit. Áldott légy. Szép. Oké, melyik a sérült? Végül is. Kapott egy elég nagy találatot Rolandtől, meg Oberontól is kapott egy szépet. Hát a jobb felsőt támadom meg. A sétetlent? Mhm. Levédi a pajzsával. Csattan ért rajta a fegyvered, de nem tud átudni a védelmét. Ezt nem így terveztem. Jó, elköltök egy keypointot. És most duplász... Már 4 van összesen, most még maradt 1 ezután. És akkor nagyon sérültet szeretném megütni. Szeretném még egyszer megütni. Ding, ding, két ütés pattal a pajzsáról. Oh shit, ez nem lesz jó. Oké, ja de 1D4-et én kapok mindenre. Elsőre 2, másodikra 3, harmadikra 1. Akkor az első az 17. Akkor az első talál. Aha. És a harmadik is talál. A 16 sebzés, és akkor ki is végzed. Ej! Beszúrod a mellkasába a kardot. Átszúrod a mellkasát, majd pörgörugással lerugod. Vagy kihúzod bele a kardot. Végfrecskölve a vérét a másik bugbearen. Megesszük őket. És ennyi. Melkosába, hogy csordogál ki a vér a padlóra. A mellette lévő látja, hogy a társa az holtan esik össze. Akkor átüvölt, hogy beremeg az egész terem. Két nőrokra fogja a buzogányát és telébe akar ütni vele. És mivel nem vagy patient defense, vagy straight roll. De is függőlegesen csak arrébb tudsz lépni, és így a padlót találja egy kong egyet a fegyverrel a földön. A nekem jobbra lévő, vagy nem is jobbra, hanem alattam ezt a bugbeart. Megpróbálom a rétegszal megütni.
ritkán volt. A vastag bunda páncéljában nem ütsz át. A Jimbókos szőrében alakad. Így van, a melszőre megfogja. Edzett Hasselhoff melszőrű Bugbear megfogta az ütést. Egyébként a Battle Dax az jobban ment, nem? Jobban. Nem hallak. Sorry. Aki Oberon megpróbált megütni, akkor arra rálőnék egyet sharpshooterrel, és arra rá Bless. 13-on gondolom nem találom el. Belősz a pajzsába, és így még remeg a nyilvessz, hogy blululululul. De jó. Fuck. Akkor ennyi. Egy kicsit tárja mellé. Az egyik az megpróbál nyakon vágni Oberont, mert meg lehet megtámadni, a másik pedig Táliát. Első Oberon. El tudod hájtani az ütést. Második Tália. Az talán. Ott van. Az recsen. Nem tud olyan helyen eltalálni, hogy nagyon nagy sebzés okozzon, de azért ott a recsegnek a csontok, hogy eltalál ezzel a nagy buzogánnyal. Csak kiroppantotta a hátát, nem a csontok tettek. Hát a... Bugbear masszázs. Fogsz! Megpróbál megpörzsölni azt az erős melszőt, hát ha átüt rajta. Ez a melszőr nem éghető, egyszerűen nem fogja a tűz. Magára nem tud blast tolni, csak ránk tolt. Ez level 2 spell már, hogyha ha magára, már 4-et tol. A blast az 3. Jó, oké, nem tudtam, ezzel kérdeztem, hogy nem tudtam, hogy olyan szinten kasztolta. Talia. Oké, a jobb felsőt szeretném megvágni. 23, 9. Nagyon talál. És meg is ütöm. 21 hét. Mind a kettő talál. Elég rendesen helyben hagyod. Suhan a karz, követi a gyököl. Kicsit váratlanul éri így, ha miután emeli fel a fegyverét a földről, hogy milyen gyorsan reagáltál a támadására. És ennyi. Megpróbálj megtorolni, milyen pont jön. Really? Két krit egy húzamba. És... Ez kettő különböző. De csak mondom, hogy az előző és az első kocka, az not egy volt. A dobok, a sebzés. Legalább az... Igen, csak mondjuk, a másik az 6 volt, ennél meg 8. Mondjuk az a 2D8 plusz 2-ből 5-ös sérülni, az nem olyan rossz. Igen, igen, 13-at. Összesen, hát de... összesen 13-at. Nagyon nem vagy jó állapotban, ahogy két oldalra összezúzott a két bugbear. Fejelszik ezt a... Még egyszer megpróbálom a bugbear volt, amit előzőleg támadtam ugye őt. Golitex-szel megütni. Meg át tud ezt a vastag melszőrt ütni. Nagy nehezen megy ez a bugbear faragás. Így egyébként, ha jobban megnézed, ugye a fején lévő szűs egy szőr is egy kicsit göndör. Kunkori. Na, akkor aki ott áll velem pacekba szembe, sharpshooter, sebzett ellenfél, minden, ami van. Várja, milyen sebzett? Ez sérdetlen még mindig. Most sebzett rá 4-et! 4-et, akkor 20-al nem találta el? De. És erre még jön 1d4.
Egy D4-et akár egy D4, jó. Egy D4-et dobja hozzá. Így már talál, így már talál. Faust áldása. 26 sebzés. Szinte lyukat vágsz a vérként ezzel a lövéssel. Helyes. Rohadjon ketté. Utat nyitva a többieknek, vagy meg tudják ölni ezt a szörnyet. Nagyon-nagyon szarul néz ki. 26 damage nem ölte meg. Milliméterekre állt meg a szívétre a nyilvessző. Na, a nyilvesszőre kell ütnéd. Fél térdre is esik. Levegőt kapkod. Az egyetlen megcélozza a táliát. Fuck. Valami nem oké. Ja, oké, okay, igen. Még ötöt sérül. Még élek. A másik, másik fél térden kapálózik csak a fegyverrel, és Oberon próbál megütni. De csak a levegőbe kapkod. Jó, csak egyes dobálnak ezek a bugbírek. Bal szerencsések ezek a bugbírek. Faust még egyet lő ezzel a csodapálcával, nagyon tetszett neki. Akkor ezt viszont úgy fogja lőni, hogy sorozatban rövi ki a hármat, az első átszakítja a melkasát annak, amit Laci megölt, a másik kettő csak átmegy a lyukon és a mögötte lévő sebzi meg. És amúgy Laci meglőtt a szívénél, az össze is esik holtan. Nice. Tália? Jobb felsőt szeretném. Hajrá. Nem találsz? Még a D4-jel se. Akkor megpróbálom megütni. Talál. Még ilyen. Kiütött pár fogát, nagyon-nagyon liheg, morog, üvölt, de... Én is. De még talpon van, és kapod a visszapofont tőle abba a pillanatban. Hát talán... Ilyen, szinte ilyen neósan hajolsz hátra, és így lassítva megy a fejed előtt el a monisztár. Oberon? Lépek ehhez a bugbearhez. És a Great Axe-szel megpróbálom megütni. D4. Kell hozzá... Eltalálod halálos csapást mérsz be. Ugye a kulcsontjával belevágod a nagy fejszét. Megreccsen. Melkasához... Fogod és így kihúz a vállából. Megtaposod, és kifekszik a földre. Roland? Melyik sérült? Már csak egy van. Már csak de egy az van. Sértetlen. Az még sértetlen. Jó. Akkor... Akkor arra lőnék egyet. Sharpshooterrel. Csak szimplán pacekba. Nyakon lövöd, szinte átmegy a nyakán a nyilvessző. Kicsit még is így lebeg is a fülében, a nyakában egy bire-de-de-de, fújva, hogy még rángatódik. 21 damage! Igen, 6 plusz 10 plusz 10. Következő karakterednek nem lehet ilyennyi. Jó, az... Te ajánlottad, hogy az is legyen Hunter! Még egy súlyintást tárjára, nem talál? Na lássuk, Faust elintézi a dolgot. Egy csíkba végig égeti a hátát. Légeti a szört, jó büdös. Elég szép sebzés sok az, de lehet túlélte. A mutatványt levágta a fejét.
Földületed, de hogy akarod kinyírni? Szeretném átszúrni egy gyomrát a kardommal, és megkérdezni, hogy ez elegendő erőpróba volt nektek? Bokától bokáig. Választ már nem kapsz a kérdésedre. Ah, francba. Összörögyük és... Itt letörlöm a vért. Miért nem akar senki sem barátkozni velünk? Gőzöm sincs. Pedig olyan jó fejek vagyunk. Én is kedvelem magunkat. Körbe sétálgat termen, és közben elmondom saját magamnak, hogy nem lehet elhinni, hogy nem értenek soha a szép szóból. Hihetetlenek. Oktombi állatok. Pedig élhetnének békében. Nem akarnak. Hogy átnézik itt a helyiséget. Körbejárják el a szobát. Ott van egy ajtó, amit egy törött asztal alatt talaszolt rám. Ó. Felmerül a kérdés, hogy itt miatt sorba... pihenni akartunk. Ne pihenjünk előtte. Reteszteljük el ezt az ajtót is. Elsősorban azt szeretném végrehajtani, hogy elteszem a Greatex-emet, előveszem a pajzsom, meg a újonnan beszerezett fejszémet, és a fejszével elkezdem a bugbearek fejét leszedni a helyéről. Lut. Nem ilyen barbár módon, hanem itt csak simán el próbálom niszállni, hogy itt lejöjjön. Én szeretném eltorlasszani ezt az ajtót. Nem így szóval. Mennyire ügyes vagy? Dexterity check-et. Dexterity-t le tudom vágni a fejét. Nem, hogy ügyesen, nem barbár módon, hogy azt csinálta a sárkány. Nem. Életlen sort szörnyűzítelte le. Nulla. Figyelj, hogy a jó Istenben nulla? Azt mondjuk, hogy a kurva! Gyakorlatilag igazából... a vakhentes külön munkát csinál. Á, igen! Amit mindössze egyes volt a sítóval. Látta külső szemlődőként is, és utatok a szemlődőköteket, hogy Oberon előveszi a harci, ez egy kérdés harci felszíjét, közli a célját, hogy a fejüket szeretné levágni, de gyakorlatilag minden testrészüket szétdarabolja a fején kívül, fölcsög a vér mindenfelé. A többiben ne segítsünk! Egy pár perces ilyen hentes munka után elégedett úgy gondol már jól végezte a dolgát, elégedett most olyan néz föl rátok, hogy az első után? Ez nem jött össze. Segítsünk! Már hallottak szerintem, ne bánsd őket tovább. Oberonba eltört valami. Valami végig is eltört benne. Oberon szinte megszállt a fegyvernek a mágikus engine-mentje, hogy és fának képzelte a bugbereket, minket fel kell aprítani egyszerűen. Én így odalépnék így Oberon mögé, így megfognám így a vállát, hogy ez a... Haver, itt valami ennyire fáj! Nyertünk már! Nekem is fáj, de nyertünk! Segítsünk! Én megfogom a vállát, egy kicsit véres lesz a kezed, ami a bugbear vértől, ami ráfröcsögött. Az nem annyira izgat. Segítsünk! Picit azt tudnám mondani. Nem tudom, megvan-e a Dracula halott és évezi, mikor karót vernek a vámpirlány szívébe. Na, Oberon hasonlóan néz most ki. Igen, Oberon oda sétálok a falhoz, és így a hátamat neki szegezem a falnak, és lecsúszok, hogy én ülő pozícióba, hogy a két érdemet magam elé húzom, és úgy most pihenek egy picit. Elfáradtunk már mindannyian. Akkor én eltorlaszolnám ezt a... Ez, hogy elkérek egy javelint is azzal, így megpróbál minél jobban eltorlaszolni ezt az ajtót. A bugbearektől tudsz szerezni egyébként, és Faust oda sétál hozzá, és nyomj egy kurva uncot rád. Nem szükséges. Egy kettes. Igen, azt... Ne. Hogyha most short restet nyomunk, akkor... Visszakapja a képességét short restet? Nem, ő sorcerer. És nyomjunk egy short restet? Short restenünk, aha. Nyomjunk meg. Bírunk, ugye? Elhoz. Ja, short restnél csak a felét tudjuk elnyomni a hiddájszengnek. Igen. Nem, bármennyit elhasználhatunk. Nem. Csak a felét használhatjuk el. Annyit enged. Jó, én akkor 17-et. Így. Vissza is jól jól. Akkor bármit lehet használni. Jó, akkor én még szeretném maradék kettőt.
Érdekes, hogy csak M2-t enged ki, kiválasztani. Ó, oh, yeah, minden. Nem is értem, hogy... Én két mindájszomat használtam el, és azzal fel is töltöttem a kis életemet. Hát, 21... Plesztoszt leveszem magunkra. Jó legyen, én is csak kettőt.